Sziasztok, én Dávid vagyok, mai könyvajánlom pedig nem más, mint a Boldog Hülye és az Okos Depressziós Kepes Andrástól. Kepes András nagy valószínűséggel nem kell bemutatnom a kedves hallgatóknak, a nevét közismerté tette anno a tévézés, amit sajnálatomra már nem űz, nagyon ritkán bukkan föl a képernyőn, akkor is csak azért, mert hogy könyveit reklámozza. Ezzel egy hatalmas űrt hagyott maga után, az olyan igényes műsoraival, hogy csak néhány példát mondjak, a desszerttel, avagy például a világfaluval. Na de, nem kell szomorkodnunk, mert hogy Kepes András nem hagyott itt minket teljesen, tehetségét az irodalomban kamatoztatja. Ugye ez egy bevett szokás nagyon gyakran, hogy volt képernyősök az irodalomban próbálnak szerencsét és tollat ragadnak, bár csak ne tették volna, mondhatjuk ezt a többségre, hál' Istennek Kepes András üdítő kivételt képez ez alól. Rengeteg szórakoztató és elgondolkodtató művel lettünk általa gazdagabbak, ennek a munkásságának pedig legújabb példája és darabja a Boldog Hülye és az Okos Depressziós. A cím egy Popper Péter idézetből származik, ami így hangzik: manapság az ember intelligens és depressziós, vagy boldog és hülye. A szerző többféle szempontból közelíti meg a témát, ahogy tévi műsoraiban is anno ezt tette, nem elégszik meg egy válasszal, egy nézőponttal. A könyv struktúráját úgy fogalmaznám meg, hogy a boldogság miben létét járja körül. Nagyon okosan az alapoktól indul. Először is definiálja a fogalmakat, de nem kell aggódnunk, nem szájbarágósan, hanem nagyon szórakoztatóan teszi mindezt a szerző. A sajátságos humora mindvégig velünk van. Az írót a könyv elolvasása után mondhatni már közeli barátként is kezelhetnénk, mert nem szégyeli olykor a legbelsőségesebb, legintimebb történeteit megosztani a kedves olvasóval. Teszi mindezt mind azért, hogy saját példáján keresztül jobban bemutassa, hogy neki mi okozott boldogságot, avagy éppenséggel szomorúságot. Mert hogy a kettő kéz a kézben jár, hogy egy kis buddhizmust is csempészek bele, ying és yang, ugyebár, ahogy mondani szokták, de nem kell aggódnunk, a könyvbe szinte minden vallásba bele fogunk kóstolni, Kepes úr lányának köszönhetően, ezen a részen amúgy nagyon jól szórakoztam, ahogy a nyitott apa átéli a kamasz gyermeke lázadásait. És az egyik legnagyobb előnye ennek a könyvnek, amúgy számtalan van, hogy miközben rengeteg tudományos érvel támaszt alá dolgokat, vagy éppen érvel más dolgok ellen, mint például magyar tévhitekről rántja le a leplet, hogy a mi kis országunk termelte ki a legtöbb Nobel-díjast, avagy sajnos tetszik vagy sem, de a szomorúságra genetikailag vannak fogékonyabb emberek. Ez van. Ez nem azt jelenti, hogy ebbe bele is kell törődnünk. Ugye mi szegény magyarok, még a himnuszunk is a legdepressziósabb. Igen, tehát mi már genetikailag is el vagyunk baszva, elnézést a kifejezésért. Amúgy tényleg közkölcsei, ezt megcsináltad. Nem azt mondom, hogy nem volt egy nagyon kiemelkedő szerző, de másra kellett volna bízni ezt a melót annó. Meg amúgy is egy nagyon múltban meredő népség vagyunk. Bezzek régen mennyivel mással volt, ugye? Ti is emlékeztek rá? Na mindegy. Itt jegyzem meg, a könyv nem kis kutató munkára val, rengeteg érdekes tény van benne, nagyon ügyesen tálalva, már csak ezért is érdemes becsben tartanunk. De mindezek közben a könyv mesél egy 56-os gyerekről, hogy ő anno hogyan élte meg kisfiúként 1956-ot, és hihetetlen, de Kepes András lefegyverzett egy szovjet katonát. A sztori egyszerre bájos és vérfagyasztó, nagyon jól van felépítve, profin, tud feszültséget teremteni, az fix. Mindezek mellett a szerző bemutatást enged nekünk az élete olyan fejezeteibe, mint például a családalapítás, hogyan érte meg anno a betegségét, hogyan indult be a karrierje, avagy miképpen éli meg napjainkban az öregkort. És a lényeg, hogy én miért is ajánlom ezt a könyvet oly nagyon. Azért, mert végre van egy könyv, ami nem úgy állítja be a boldogságot, mint egy terméket. Végre. Halleluj. Hogy mire gondolok? Hogy is mondjam, vannak olyan személyek, szerzők, akik olyan álmokat ígérnek, amik szinte vállalhatatlanok. Sikert, meg gazdaságot ígérnek, úgy mutatják be őket, mint egy árucikk.
hogy mondjam, a baj nem ott kezdődik, hogy motiválunk embereket, hogy jobbak legyenek, a probléma ott kezdődik, amikor felelőtlenül és a tények elferdítésével kihasználunk embereket, miközben ők a reményt keresik. Gyerekek, az van, hogy nem lehet mindenki űrhajós, nem lehet mindenki rockstar. Ahogy mondani szokás, a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Erről ennyit, zárójelbe zárva, ezt még el szerettem volna hozzá mondani, de a lényeg, én ezt a könyvet nagyon ajánlom, szerintem többször olvasható, kellemes kikapcsolódást fog mindenkinek nyújtani, szóval vegyétek, vigyétek, én Dávid voltam, ha tetszett ez a videó, akkor tudod, szokásos dolgok, feliratkozás, megnyomj egy lájkot. Cső!